aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Szeretett testvéreim, Böjt első vasárnapján gyűltünk össze Isten tiszteletünkre, és énekeljük el a 8. Zsoltár énekünk első versét, a 8. Zsoltár énekünk első versét, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Thank you.
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek írott igéjét, amelyet Lukács evangéliumának 4. fejezetéből, annak az első 15 verséből olvasok fel. Így hangzik Lukács evangéliumában Jézus Krisztus megkísértésének története, a böjti történet. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. Az ördög pedig így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempillantás alatt, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le innen magad, mert megvan írva, megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek téged, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísérts az Urat, a te Istenedet. Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Eddig olvastam Istennek írott igéjét, az ő szent lelke nyissa meg szívünket üzenetének befogadására. Tudva azt, hogy boldogok mindazok, akik Istennek igéjét olvassák, hallgatják, és tanítását befogadják az életükbe. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy új napra ébredhettem, hogy ezen a reggelen is fényt láthatnak szemeim. Köszönöm az éjszakai pihenést, az erőm újjászületését, és az éjszakában megtalált gondolatokat. Legyen, Uram, ez a mai napom bizonyítékává annak, hogy téged követlek, nem pedig a gazdagság csábítását. Legyen könnyű a lelkem a bizalomtól, és ne nyomaszthassa a megélhetés gondja. Legyek bátor, bármit is hoz ez a mai nap nekem, tudjam nyitottan és bizakodva fogadni azt. Legyek ma elég jó ahhoz, hogy akár csak egy kicsivel is, de jobbá tudjam tenni ezt a világot. Ha öröm vár ma rám, add meg, hogy legyenek, akikkel megoszthatom, akiknek szétoszthatom a jót. Ha bánat vagy más nehézség fog meglátogatni ma, add, hogy tudjam méltósággal és kitartóan viselni azt. És add meg legfőképpen, hogy el ne felejtsem. Ez a napom is, mint minden más, a tiéd, Uram, mint hogy én is a tiéd vagyok. Legyen tiéd egészen, legyek tiéd egészen. Amen. Az
ige hirdetésére készülünk énekszóval. A 165. dicséretünknek az 5. versét énekeljük. A 165. dicséretünk 5. versét. Egyszerűvé formálj, belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Eddig Isten. Amikor Jézus elküldte az ő tanítványait, szent lelke erejével ruházta fel őket, és azok a tanítványok a lélek erejével gyógyítottak, csodákat tettek, és hirdették Isten országának az eljövetelét, annak evangéliumát. Amikor visszatértek Jézushoz, boldogan mondták az Úrnak, Uram, még az ördögök is engedelmeskedtek a mi szavunkra. Vízkeresztet és böjtöt Isten szent lelke köti össze. Jézusra leszállt a lélek ott a Jordánban, mint egy galamb. Megszólalt fölötte a mennyei atya hangja, és a lélek, amellyel Jézus betelt, ez a lélek nem az emberek közé vitte, nem gyógyítani vitte, nem csodákat tenni vitte, hanem Jézus a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át. 40 napig egyedül volt Júdea sivatagos pusztaságában. 40 napig nem evett semmit, és miközben ott volt a pusztaság csendjében, 40 napon át kísértette őt a sátán. Mi értelme volt ennek a 40 napnyi nélkülözésnek? Milyen okosan tudta volna már akkor elmondani az a Júdás nevű tanítványa, akinek nem tetszett a
a Jézusra ráborított drága olaj sem. Milyen bölcsen mondta volna, hogy jobb lett volna, ha Jézus Isten szent lelkének erejével ez alatt a 40 nap alatt is betegeket gyógyított volna. Mennyi vaknak adhatta volna vissza a látását, mennyi béna tudott volna újra járni, mennyi megszállott életből tűnt volna el a rossz lélek. Jézus pedig 40 napon át a pusztában volt. Miért volt szüksége Jézus Krisztusnak erre a 40 napra, amely 40 napnak a végén testileg elgyengülve is, megéhezve is, újra hallania kellett a sátán kísértő szavait? Mi értelme van a bőjtnek? Mi értelme van az elcsendesedésnek? Mi értelme van annak, hogy egy időre, életemnek egy bizonyos időszakára, lehetnek percek, vagy órák, vagy akár napok is, de magamban maradjak az Istennel. Ismerős lehet a történet, amelyben az öreg szerzetest, az öreg remetét, aki fent lakik a hegy tetején, meglátogatják a kíváncsi emberek, és szeretnék tudni azt, hogy miért él ott, fent a hegy tetején, magányosan, távol mindentől, minden zajtól. Miért nem tud imádkozni ott lent a városban a többi ember között? És az öreg remete éppen vizet merített a ciszternájából, a vízgyűjtőjéből. És amikor épp oda mentek hozzá a látogatók, és feltették neki ezt a kérdést, a miértet, ő azt mondja, nézzetek bele a kútba, amelyből éppen kiúszta a vödrét, mit láttok benne? És egyhangúan azt mondják, hogy semmit. És akkor az öreg remete azt mondta, akkor most üljetek le, és várjuk. És leültek, és csendben vártak. Amikor megszólalt, azt mondta, most menjetek oda a kúthoz, a ciszternához, és nézzetek bele, mit láttok. És egyszerre mondták azt, hogy magunkat. A csendben, a bőjt csendjében az ember jobban meglátja saját magát. A bőjt imádságainak a csendjében az ember olyan dolgokat lát meg magáról és magából, amit ebben a rohanó, kapkodó, mindig elfoglalt világunkban és életünkben észre sem veszünk. Ma a sátán olyan szomorú ez, nem kell, hogy várjon 40 nap. Sokkal hamarabb végez egy-egy emberi lélekkel. Sokkal hamarabb el tudja hitetni az emberekkel azt, hogy neked nincs szükséged erre a bőjtre. Neked nincs, nem szabad, hogy időd legyen ilyen dolgokra, hogy csendre, meg bőjtölésre, meg Isten tiszteletre járásra. Neked nem lehet időd csendes napokra, vagy csendes hetekre, ne adj Isten zarándok utakra, ahol hosszú napokon vagy heteken keresztül is csak az Istenre figyelnél. Hát neked dolgod van, és ebben a világban minden, ami nem a dologról szól, az lustaság, meg időpazarlás.
meg semmi tevés. Jézus hűséges maradt a lélek indításához. Hűséges maradt annak ellenére, hogy ott érezhette magában az erőt, a lélek erejét. Láthatta maga körül a világot, amelyben annyi jót tehetett, és mégis, amire a lélek indította, arról ő el tudta hinni azt, hogy szüksége van rá. Mint ahogy, ha Jézusnak szüksége volt erre a lelki csendességre, ha Jézusnak szüksége volt erre a 40 napnyi csak az Istenre figyelésre, akkor mennyivel inkább szükségünk van nekünk is arra, hogy életünknek ezt a 6 hetét, ezeket a bőti napokat és bőti estéket különösképpen is az Isten dolgaira tudjuk szentelni. 40 napnyi éhezés Júdea pusztájában. 40 napnyi kísértés, ahol a sátán megkísértette lélekben, gondolataiban Jézust. Ahol próbálta valami másra ösztönözni. És a sátán türelmes. Türelmesen kivárta azt, hogy Jézus megéhezzen. És amikor ez a két dolog összetalálkozott, amikor a lelki kísértés és a testi éhség egymásra talál, akkor a sátán szépen összemosta a kettőt. És elkészítette Jézusnak a hatalom éhség kísértését. A hatalom éhségnek azt a kísértését, amelybe a világ történelme és az egyház történelme során olyan sok nagyszerű hitű, szinte szent életű ember belebukott. A sátán azt mondja, ha Isten fia vagy. Lukács evangélista is leírja Jézusnak a 3 nagy megkísértését. És a 3 nagy megkísértése közül 2-t, az elsőt és az utolsót azzal kezdte, hogy ha Isten fia vagy. A 20. században, amikor minden oldalról és irányból elkezdtek bennünket, embereket tudományosan vizsgálni és leírni, hogy mi emberek hogyan működünk, hogyan létezünk, hogyan gondolkodunk, hogyan reagálunk a különféle bennünket ért ingerekre, velünk történt dolgokra, akkor különösképpen a pszichológiának az az ága, amelyik a társadalom egészével foglalkozik, és a társadalom egészében bent velem a társadalomban élő emberrel, ez a szociálpszichológia olyan gyönyörűen leírja annak a kísérletnek az eredményét, amelyben megvizsgálták, hogy hogyan emlékezünk mi emberek. És egy egyszerű kísérlet volt, egy esemény, ahol az emberek kérdéseket tettek fel, válaszok hangzottak el. Sok kérdés, válasz egymás után. És utána kitöltötték a teszteket, ki mire emlékezik vissza.
és kijött az eredmény. Mi emberek úgy működünk, hogy a legjobban arra a kérdésre, vagy arra a témára, felszólalásra, hozzászólásra emlékezünk, amelyik a legelső volt. És a második dobogós helyet az utolsó nyeri meg. Nem számít, hogy a kettő között 5-10 százan milyen érdekes dolgokkal szólaltak fel. Mi emberek az első és az utolsót jegyezzük meg a legjobban. És amit a 20. század észre kikutatott, leírt, bebizonyított, azt 2000 évvel ezelőtt a sátán így terítette Jézus elé. Három kérdés, három próba, amely közül az első és az utolsó ezzel a felejthetetlen mondattal kezdődik. Ha Isten fia vagy. Ha Isten fia vagy, akkor mutasd meg az embereknek, úgy, ahogy én a sátán tanítom neked. Mert én nagyon jól ismerem az embereket. Hallgass rám, bízd rám magadat, add el nekem a lelkedet, hadd legyek én a te ügyednek a menedzsere. Ha Isten fia vagy, vajon nem szeretnéd, hogy az emberek is annak lássanak, aki valójában vagy? Miért rejtegeted magadat? Vajon jól esik neked, hogy az emberek nem annak látnak és nem annak tartanak, aki valójában vagy? Te Isten fia vagy. Én, a sátán, meg a démonok, mindannyian tudjuk. Téged meg, a téged követő emberek a názáreti Ács József fiának tartanak, meg Mária fiának. Meg tartanak téged egy vándor prófétának, meg egy csodatévő rabbinak. Kinek mondják az emberek az ember fiát? Mennyi mindent végig kell majd hallgatnod. Mintha a sátán előre vetíteni azt, ami majd meg fog történni. Hogy az emberek valóban keresztelő János újjászületett lelkének látnak. Valóban az emberek te benned látják újjászületni, testet ölteni a sok száz éve meghalt, és meg nem halt Illés prófétát, meg benned látják újjászületni Jeremiás prófétát, meg a többi prófétát. Hát ha az Isten fia vagy, akkor hallgass már rá, és én utat mutatok neked. Azt az utat, amely biztos sikerhez fog vezetni. Teremts magadnak kenyeret, mert tudsz kenyeret teremteni még a kőből is. Én hiszek benned. Ez volt a sátán első kísértése. És ha már magadnak kenyeret teremtettél, akkor teremts kenyeret a többi embernek is, és meg fog történni az, ami az 5000 ember megvendégelése után meg is akart történni, hogy az emberek királlyá akarták tenni Jézust. Mert aki kenyeret, főleg aki ingyen kenyeret ad, azt könnyű imádni, meg könnyű követni. És ha még ez is kevés, meg ha te valóban az Isten fia vagy, és azt akarod, hogy annak lássanak, akkor menj fel a jeruzsálemi templom párkányára. Sőt, nem kell felmenned, felviszlek én téged, és aztán ugorj le onnan. Mert az emberek azt várják, hogy a messiás, a megváltó, az Isten fia, az onnan szálljon le, onnan ereszkedjen le, mint a 20. század filmjeiben Superman, angyaloktól körülvéve a szemük láttára, jelenjen meg,
ott a templom előtt, és imádni fognak téged. Nem számít, hogy hogy szerzed meg a hatalmat. Ezt tanítja a sátán. Jézus pedig azt mondja, hogy nekem számít. Istennek mindig számít, hogy ki vagy valójában. És Istennek mindig számít, hogy honnan tudod te, honnan jutottál-e te oda, hogy ő benne felismer az Isten fiát. Mikor megkérdezi a 12 tanítványt, megszólal közöttük nem a nagyon okos és intelligens Máté, a vámszelő, hanem megszólal Péter, az egyszerű halász, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus így fogalmaz tovább, így válaszol, boldog vagy Péter, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki neked ezt a titkot, hanem az én mennyei atyám. Nekünk ezt kell megtalálnunk, hogy Isten, a mennyei atya adja meg nekünk Jézus Krisztus titkát. Ha már számolgattam itt a három kérdésből ezt a kettőt, még egy dolgot kiemeltem az igében. Háromszor hangzik el Jézus szájából ugyanaz a válasz. Meg van írva. Meg van írva a Szentírásban. Meg van írva Isten igéjében, hogy kicsoda ő a mi számunkra. És Isten igéje az, amit hallgatunk itt az Isten tiszteleten, és Isten igéje az, amit naponként elolvashatunk a Szentírásból. És Isten szent lelke azon keresztül csodát tehet a gondolatainkkal, és megismerteti velünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus valójában. Bőjt ideje arról szól, hogy kicsoda számodra Jézus Krisztus, és ki vagy te valójában. És ebben a mai világban, ahol mindenki úgymond keresi önmagát, meg mindenki szeretné megmutatni önmagát, ebben a virtuális világban, ahol mindenki szeretné önmagát szebbnek és jobbnak és többnek mutatni már kicsin gyerekkorától, ebben a világban nekünk azt kell megtalálnunk és megéreznünk, hogy kik vagyunk mi Isten előtt. Ki vagyok én? Minden esztendőben, amikor új elsőseim lesznek az iskolában, akár itt Tarpán, akár Beregdarócon, elkezdem az elsősökkel a hittanórákat, és az első óra az mindig arról szól, megtanuljuk, hogy hogy kell köszönni. És megtanuljuk, hogy áldás, békességet kell köszönni, meg mit jelent ez. Aztán megtanuljuk az imádságokat. Óra elején mit imádkozunk, óra végén mit imádkozunk, mikor mondjuk el a mi atyánkot, mi az a mi atyánk, és elmagyarázom nekik, hogy én a tiszteletes bácsi vagyok. És engem, amikor megszólítanak, szólnak hozzám, akkor én tiszteletes bácsi vagyok. Hát ez nem megy. Van olyan gyerek, akinél 8-ig sem megy. De összegyűjtöttem magamnak sok-sok megszólítást, amit a tiszteletes bácsi helyett kapok. Az, hogy Beregdarócon tisztelendő bácsi, az elfogadható, mert ott van Ede atya is. És ami fájdalmas, hogy Ede atyát az első óra után tudják, hogy Ede atyának kell szólítani, és mindenki Ede atyának szólítja. Tamás atyát előtte mindenki tudta 8 éve keresztül, Tamás atyának kell szólítani. De ez a tiszteletes bácsi, ez nem megy.
És mi van helyette? De legtöbbször kapom a tanárbácsit. Szoktam kapni a tanárnénit is. És akkor örülök a tanárbácsinak. Aztán szoktak jönni a különleges megszólítások, a hittan bácsi, a hittanos bácsi. Itt már hittanos még nem jön, mert nincsen. És jön a pap bácsi. Volt már az Isten bácsi, amikor azért a tulajból vissza lehet venni. És az elmúlt szeptemberben volt Berek Dorócon, ahol egyik kisfiú azt mondta, hogy tiszteletlen bácsi. Ettől mélyebbre már nem mehetek. És akkor megszületett Tarpán ebben az esztendőben az a megszólítás, amelyen még az iskolaőrök is így szólítanak. Egyik kisfiú azt mondta, hogy tisztességes bácsi. Megszólítások, amelyeken hosszú éveken keresztül hát bosszantottam, meg nem értettem, de néhány évvel ezelőtt kaptam egy megszólítást, amely után vágót szólíthatnak a gyerekek. Kaptam egy levelet, 3-4 évvel ezelőtt talán, amely levél egyszerre érkezett hozzánk református lelkészekhez, meg római, meg görög katolikus atyánkhoz, és az volt a megszólításban, a címzettek megszólításában, hogy egyházi méltóságoknak. Az első gondolat az volt, hogy ez valahogy félrement a címzés, meg félrement a levél, mert nem tudom kinek jött. És aztán végigolvastam, és úgy rájöttem, hogy ez nekem jött. Én lennék az egyházi méltóság. Lehet nagyon sokan láttuk azt a filmet, aminek az a címe, hogy Legyetek jók, ha tudtok. Amelyben ott van Méri Fülöp atya, Méri Szent Fülöp atya, aki a kisgyerekeket, a nincstelen árva gyerekeket összegyűjti, énekelnek, koldul nekik, és jár ő maga is rongyokban, összegyűjti az ennivalót a gyerekeknek, és a sátán sehogy sem boldogul bele, sehogy nem tudja megszerezni a lelkét. És akkor egyszer csak a sátán úgy gondolja, hogy keresek egy másik utat, és Méri Fülöp atyát bíborossá akarják tenni, és felöltöztetik bíboros ruhába. És azok a kisgyerekek, akik addig szeretettel és hittel tekintettek rá, onnantól kezdve megijedtek tőle, és megérezte azt Méri Fülöp atya, hogy itt valami nagyon elromlott, és levetette a bíborosi ruhát, levetette a bíborosi kalapot, és visszaöltözött a maga rongyaiba. Mert ő tudta, hogy kicsoda. Mint hogy én is tudom, meg szeretném, ha mindannyian tudnánk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermekei, akiket ő vezet, akiket ő terelget, akikre ő vigyáz. És vigyázzon ránk ez az Isten, akkor is, hogyha a sátán megkísért azzal a címzetlen kísértéssel, amely középső lényegtelen kísértés, legalábbis Lukács evangélista szerint. Azzal a kísértéssel, amellyel ma is olyan jól dolgozik a sátán. Amikor Jézus ellentmond az első kísértésnek, akkor a sátán azt mondja neki, hogy szempillantás alatt felviszlek, és a szempillantás alatt abból a nagy magasságból megmutatta neki, így van írva, egy szempillantás alatt megmutatta neki a Föld minden országát, minden gazdagságát, minden kincsét. És azt mondja, neked adom ezt a gazdagságot, ezt a hatalmat és ezt a dicsőséget, mert ez mind az enyém, és én annak adom, akinek akarom. Ha leborulva
imádsz engem. És Jézus azt mondja, meg van írva, amikor bennünket is megkísért, az, amit a sátán egy pillanat alatt meg tud nekünk mutatni. Pillanat alatt, akár a telefonunkon, akár a laptopunkon, számítógépünkön, egy pillanat alatt végig tudjuk járni ennek a világnak minden csillogó dolgát, minden általunk kedvelt, irigyelt, bennünket foglalkoztató dolgát. Sőt, az algoritmusok már gondolkodnak is helyettünk, mert ha egyszer megnézzünk egy bennünket érdeklő, csillogó, szép dolgot, akkor egész nap jönnek azok a képek, amelyek ahhoz hasonló, és ajánlja nekünk, hogy nézzük meg azt is, és vágyakozzunk rá. De Isten azt mondja, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Jézus Krisztus bőtje erre mutatott rá, hogy a sátánt el lehet zavarni. Egy időre elhagyta Jézust a kísértőt. Nem örökre. Mint ahogy engem sem hagy el örökre, meg titeket sem hagy el örökre. De ezt az utat nem egyedül kell járni, hanem azzal a Jézussal kell együtt járni, aki a pusztából ment az emberek közé, tanított és gyógyított. És akivel majd a bőjtünk végén ott lehetünk a Golgota hegyén, és láthatjuk magunk előtt Jézus Krisztust, aki előtt újra megjelenik a sátán, és újra jön a régi szövegével, ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. És mi újra látni fogjuk azt, hogy ő, én értem, meg ti értetek, nem szállt le a keresztről, hanem szenvedett és meghalt azért, hogy a harmadik napon, húsvét hajnalán, már ne a sátán érkezzen, hanem az Úr angyalai szólítsák meg azokat, akik kitartottak mellette, és hallani fogjuk mi is bőjtünk végén az angyalok szavát. Mit keresitek a holtak között az élő? Nincs itt, mert feltámadott. Amen. Várunk rád, Úr Jézus Krisztus, hogy húsvét napján mi hozzánk is beköszönj, és minket is megszólíts feltámadott Úrként, békesség nektek. De eddig a békességig veled kell járnunk, és veled kell élnünk. Nekünk adtad bőjt napjait, ezt a 40 napot, hogy a te szavad, a te igéd vezessen bennünket, és megtartson bennünket is, ahogy téged megtartott a 40 napi kísértés során. Add, Urunk, hogy előttünk is megjelenjenek a szavak és a mondatok, és tudjuk biztosan, meg van írva, hogy az Urat, a te Istenedet szolgált, és csak őt imádt. Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és meg van írva, hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Mennyi minden meg van írva, amire szükségünk van, és mégis oly sok ember nem ér rá meghallgatni téged, elolvasni téged. Mennyi mindennel, felesleges dologgal lekötjük magunkat és eltöltjük az időnket, pedig egy a legfontosabb, hogy veled beszélgessünk, hogy bőjt napjaiban, mint annak idején, Mária, leüljünk a te lábaid elé, és hallgassuk a te szavadat. Add, Urunk, hogy amikor választanunk kell, akkor tudjuk a jobbik részt választani. Te tudod, Urunk, hogy mi minden kötöz meg bennünket, mi minden tart bennünket a fogságában,
Adj nekünk bőjt napjaiban erőt, hogy megpróbáljuk magunkat, testünket, lelkünket, hogy megszabaduljunk attól, ami fogva tart. Mindenható Istenünk, rád bízzuk az életünket. Vedd ki belőle a félelmet, az aggodalmaskodást, és adj helyette hitet és bizalmat. Rád bízzuk Istenünk az erőnket, egészségünket, de különösképpen is rád bízzuk a hitünket, hogy növeld és erősítsd azt. Rád bízzuk Istenünk, a te gondviselésedbe ajánljuk a gyerekeinket, az unokáinkat, a szüleinket, házastársunkat, mindazokat a rokonainkat, szeretteinket, jó barátainkat, akiket akár félthetünk is, de nem kellene, mert ott vannak a te kezedben. Mindenható Istenünk, így bízzuk rád a mi gyülekezetünket, minden dolgainkat. Rád bízzuk Istenünk, ennek a gyülekezeti házunknak a megújítását. Rád bízzuk Istenünk a templomunk megújítását. Sok mindent, földi dolgokat, amelyek elakadtak, megakadtak, de mi hisszük, hogy neked van hatalmad újjáindítani. Mindenható Urunk, te vezess bennünket a bőtnek, a csendességnek az útján, a ránk következő napokban, és készíts bennünket a jövő vasárnapra, a veled való találkozásra, az úrvacsora kenyere és az úrvacsora bora által. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek az áldást, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Néki legyen dicsőség, most és örökkön örökké. Amen.